Például most is a gátakon dolgoznak. Kockáztatják azt, hogy akár szabálysértési eljárással, akár bűncselekménnyel vádolják meg őket, de mégis ott vannak a gátokon, mert a szívük, a lelkük ezt diktálja. Vállalják az üldöztetést, és én arra kérem önöket, arra kérem a kormány többséget, és arra kérem személyesen miniszterelnök urat is, hogy ne folytassa és ne teljesítse be Gyurcsány Ferenc művét és álmát. Ebben a kérdésben ne a dű, ne az indulat, ne a revansvágy adja az iránytű jelzését, hanem a józan belátás, ezek tisztességes magyar emberek. És a nemzeti konzultációról beszélünk, ha arról beszélünk, hogy itt háromharmadról van szó, akkor ezek a tisztességes magyar emberek igenis megérdemlik azt, hogy elmondhassák azt, hogy mit szeretnének tenni. Én arra kérem Orbán Viktor miniszterelnök urat, hogy akár nyílt, akár zárt tárgyaláson adjon nekem és a gárda vezetőségének lehetőséget arra, hogy nemzeti konzultációt folytassunk a gárda ügyéről. Többször elhangzik az anyagban, hogy a szélsőségeket fel kell számolni. Nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk, remélem, hogy erre majd szombaton megkapjuk a miniszterelnök úrtól a választ. Kikre gondol szélsőségesek kapcsán? Az anyagban, illetve az elmúlt években, hónapokban számtalanszor nevezték a Jobbikot szélsőséges pártnak, ezt itt és most szeretném határozottan visszautasítani. A Jobbik nem szélsőséges párt, a Jobbik egy nemzeti radikális párt. Magyarországon a nemzeti radikalizmusnak volt, van és lesz létjogosultsága a közéletben, ezt tessék elfogadni még azoknak is, akiknek ez éppen nem tetszik. Többször hallottunk arról, hogy forradalmi siker, ez a soha nem látott többség, de higgyék el, és fogadják el, hogy bennünk jobbikosokban is ugyanilyen büszkeség munkál. Mi ugyanilyen forradalmi sikernek érezzük azt, hogy abban az ellenszélben, amit önök és önök hoztak létre ebben a választási kampányban, ebben az ellenszélben is közel 1 millió ember bizalmát tudtuk megszerezni. Ez ugyanolyan forradalmi siker, mint az önök kétharmados többsége. Mi az önök sikerét tiszteletben tartjuk, nagyra értékeljük, és el is várjuk ezt viszont. És ha valaki a Jobbik felszámolását helyezi kilátásba egy kormányprogramban, vagy homályosan erre utal, az nem a Jobbikot számolja fel, hanem a demokráciát és 1 millió ember demokratikus akaratát. Nagyon remélem, hogy ez csak az én félreértésem, és szélsőségek kapcsán az MSZP-SZDSZ politikus bűnözőire gondol a kormányprogram. Érintőlegesen, címszószerűen néhány további hiányát azért adsaljam föl a programnak, hogy itt volt az elmúlt héten egy igen érdekes pillanat, amikor Dúró Dóra képviselő társamtól elvette a házelnök szinte a szót, amikor egy kényes témára terelt a beszélgetés fonalát. Remélem, hogy ez most velem nem fog megtörténni, azért a házelnökben most ilyen értelemben megbízok, de viszont akkor hangozzék el végre az a kérdés, amit önök 20 éve kerülnek. Beszéljünk végre Izrael ügyéről is. Beszéljünk arról, hogy 2007-ben Simon Peres azt mondta egy üzleti konferencián, hogy Magyarországot felvásárolják. Szeretném, hogyha ezzel kapcsolatban mindenki, minden politikai párt megnyilatkozna, hogy hogyan viszonyul ez a kérdéshez. Nyugtassuk meg a magyar társadalmat, hogy ez bizonyára csak valami fajta félreértés volt. És ne az antiszemitázás mókuskerekébe kezdjünk el őrölni, hanem beszéljünk erről a kérdésről is őszintén. Szintén nem beszél a program a demográfiai katasztrófáról. Beszél a családtámogatás rendszeréről, és ennek nyilvánvalóan következménye a gyermekvállalási kedv fellendülése, de itt a helyzet ennél jóval súlyosabb. Ugyanis nem pusztán egy demográfiai katasztrófa kellős közepére csöppenünk nem sokára, hanem ebben a demográfiai katasztrófában benne van egy etnikai bomba is. És erről is beszélünk el őszintén. Szintén nem hallunk ebben az anyagban arról, hogy mit tervezünk a nemzetközi vállalásainkat illetően, mit tervezünk az iraki-afganisztáni katonai missziót illetően. Továbbra is fennkívánjuk-e tartani, hogy igazságtalan háborúkban tartjuk ott a magyar katonákat, kiszolgáltatva Magyarországot is abban az értelemben, hogy adott esetben terrorizmus célpontjává váljon az ország, vagy végre hazahívjuk ezekből az igazságtalan missziókból a magyar katonákat. És még egy téma. Ha már alkotmányozó nemzetgyűlésről beszéltünk, akkor szeretném a kormány többség figyelmét felhívni és felelősségére rávilágítani, hogy milyen lesz ez az alkotmány. Mert nyilvánvalóan kétharmados többséggel alkotmányozni lehet. A kérdés nem is ez. A kérdés az, hogy ez az alkotmány milyen lesz. A kérdés az lesz, hogy Orbán Viktor kormánya hogyan fog bevonulni a történelembe. Úgy fog-e bevonulni a történelembe, amelyik felismerte történelmi felelősségét és végre a történelmi jogfolytonosságot helyreállította, vagy úgy, amely ezt a nagyon ritkán adódó politikai lehetőséget, hogy kétharmados többsége van a kormánynak és alkotmányozhat, ezt a lehetőséget elszalasztotta, ki tudja milyen hosszú időre.
Nagyon sok minden van még, amiről beszélni kell, és a holnapi napon a képviselő társaim ezt meg is szülték. Összességében annyit szeretnék mondani, hogy ebben a kormányprogramban egeret szültek a hegyek. Nem gyógyszer az ország problémáinak megoldására. Kétféle dologra lehet gyógyszer. Álmatlanság ellen lehet gyógyszer a dagályossága, sok esetben unalmassága kapcsán, és adott esetben a hiányossága, a bosszantó hiányossága kapcsán pedig alacsony vérnyomásra lehet gyógyszer, de nem az ország problémáinak megoldására. Úgyhogy sajnálom, hogy ilyen méltatlan kormányprogrammal állt elő a Fidesz-KDNP kormánytöbbsége az ország jelenlegi helyzetében, de bízzunk benne, hogy ezt a gyenge kezdést valami fajta pozitív útmutatás és kormányzás követi majd. Köszönöm szépen. Megköszönöm képviselő úr felszólalását.